gyönyörű, verőfényes vasárnap, Siógárd, szép természeti környezete, sok-sok látogató, érdekes programok, minden adott ahhoz, hogy Tolna megyében a 13. vadásznap is remekül sikerüljön. Elnök úr, remélem nem babonás. Mi eredményezi azt, hogy 13-szor is összegyűlnek Tolna megye vadászai? Ma a 13. vadásznapra tényleg valóban gyönyörű napsütéses idő van, mert elég szomorkás volt, amikor 13 évvel ezelőtt kezdtük. Mi bármelyik napra tettük, mindig esett az eső, de most ezen a holdponton túl vagyunk, az utóbbi rendezvények gyönyörű napsütésben telnek, és hát mint látjuk, egyre több a résztvevők száma, a vadászok száma, és ez jó dolog, hogy Tolna megye, és nem csak Tolna megye, hanem az országból is, de a szomszéd megyékből is egyre többen jönnek. Épp az előbb egy budapesti hivatásos vadász mondta, hogy örül, hogy el tudott jönni, mert hát nagyon szeret Tolna megyében jönni vadásznapra. Mi a helyzet most Tolna megyében összességében, hogyha egy-egy vadásznap akár egy ciklus záró is lehet, akkor mit mondana? Hát tulajdonképpen azt mondom, hogy Tolna megye vadgazdálkodása, ha lehet azt mondani, minden szerénytelenség nélkül, hogy a csúcson van. Tehát olyan kapitális bikák, olyan kapitális dámok kerülnek terítékre, amit valaha nem is hittünk volna. De ugyanezt mondhatom el az apró vadgazdálkodásba tevékenykedő vadásztársaságoknál, hogy egyre szebb eredményeket érnek el, bár hát itt is azért az anyagiak közrejátszanak, és a növekvő vadkár, ez bizony a gazdálkodásnak egy picit a kárára megy, tehát nagyobb mennyiségben kell ahhoz állományt tapasztani, hogy a vadkár és a vadgazdálkodás egyensúlyban legyen. Elnök úr, ennek a napnak mi az üzenete? Ennek a napnak az üzenete a barátság és az együttlét, nem csak a vadászoknak, hanem a természet szerető emberek bármelyikének, legyen az természetjáró, vagy természetfotós, vagy képzőművész, hisz látja, itt mindenféle művészeti ág is képviselteti magát, de hát itt legalább a fel, ahogy körülnézek, hozzátartozó, nem vadász, és sokakkal pedig a kék túra útvonalon szoktunk találkozni. Nem szabad elfeledkeznünk egy díjról sem, ami az ön kezében van. Ezt ma vehette át, kitől és miért? Igen, hát tulajdonképpen ez szavazás eredménye, és azért vagyok rá büszke, mert kaptam már többféle kitüntetést, de ez a vadászoktól jön, alulról jön, a tagok tesznek ajánlatot arra, hogy ki kapja meg, és ez kimondottan a szakma elismerésének tekintem a magam részéről, és megmondom őszintén, nagyon büszke is vagyok rá, és örülök, hogy ennyi munka eredményeként ezzel a díjjal méltattak. Elnök asszony, szokták volt mondani, a vadászat igazán férfias sport, férfias hobbi. Nem tudom, hogy ön hogy áll a vadászattal, próbálta-e már, szimpatikus-e? Én nem próbáltam még eddig, de természetjárással viszont rendszeresen igyekszem találkozni, és ha időm engedi, akkor természetesen erdőkbe járok pihenni, hiszen Tamási környékén ott van a csodálatos Gyulai erdő, és hát itt Szekszárd környékén pedig a Gemenci erdő, tehát mindenkinek van erre, azt gondolom, kellő lehetősége. Mit gondol az ilyen közösségekről? Mit gondol arról, hogy van egy közösség Tolna megyében, amely most igen jelentős eredményeket produkál, és én sok-sok tapasztalat alapján mondhatom, hogy nagyon-nagyon színvonalas rendezvényt hoz egy-egy vadásznap alkalmából, jelen esetben most itt Siógárdon. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hiszen a vadászok közösség egy rendkívül egyedülálló és érdekes közösség, amint itt is látják a kedves itt lévők, rengeteg programmal, és azt gondolom, hogy a természet szeretete az, ami igazából az itt lévő embereket összeköti. És hát a vadászat, valljuk be őszintén, hogy egy csodálatos hivatás, nagyon szép hobbi, szórakozás, ugyanakkor egy jó sport, és hát azt gondolom, hogy azt is meg kell említeni, hogy ez az országunk és Tolna megye számára talán kiemelkedő gazdasági jelentőséggel bíró dolog is. Azt hiszem, hogy egy fővédnöki szerepkör, illetve az ön tisztsége mindenképpen megengedi egy ilyen szabadidős rendezvényen is, hogy beszélgessünk komolyabb dolgokról is, akár a vadásztársadalom jelenéről és jövőjéről. Hogyan látja ezt a kérdést? Magyarországon a
vadászatnak nagyon régi hagyománya van, hisz Magyarország évszázadok óta híres arról, hogy kiváló vadászterületei vannak, híres arról, hogy nagyon nagy szeretettel fogadja a vendégvadászokat, és egy nagyon komoly bevételi forrást is jelentett, nem csak a vadásztársadalom, hanem az egész szakma számára, hisz Magyarországon 50 ezer körüli vadásszal számolunk, több tízezerre tehető azoknak a száma, akik valamilyen formában, ha nem is közvetlenül a vadászatból, de vadászattal összefüggésben élnek, tehát nem mindegy, hogy az a közel 14-15 milliárd forintos bevétel, hát milyen formában jelenik meg az országban. Én azt hiszem, hogy Magyarország jól lerakta az alapokat, és nem véletlen az, hogy mi hosszú távon számítunk arra, hogy ez az ágazat, a vadászatnak ez a területe hosszú távon életképes lesz. Hoz-e valami változást az Unió? Igazából nem fog nagy változást hozni, hisz az Unióban nincsen közös szabályozás, tehát a közös agrárpolitikának nem része a vadászat szabályozás. A nemzetek külön-külön szabályozzák a saját vadászati kultúrájukat, tehát ezért nyugodtan lehet mondani, hogy nekünk a megszokott úton kell tovább haladni. Ha lehet, akkor egy kicsit még lazábbá lehet tenni az egész rendszert, hisz a határok eltűnnek, és azok, akik eddig esetleg a határokon áldogáltak, és a trófeákat minősítgették, és lehet, hogy talán gondot okozott egy fegyver, egy trófea behozatala, illetve kivitele, ez enyhülni fog, és ez a rendszert jobbá fogja tenni. Sokan eljöttek ma a Tolna megyei vadásznapra, vadászok, nem vadászok, hozzátartozók, barátok, és hát a közélet szereplői is természetesen itt vannak. Önt mi hívta ide? Elsősorban a protokoll, vagy mint érdeklődő jött? Elsősorban mint vadász jöttem, több mint 15 éve vadászom, a Dunakömlődi Társaság tagja vagyok, és természetesen amikor egy ilyen vadászattal kapcsolatos összejövetel van, akkor itt a helyem. Hogyan vélekedik erről a mai napról? Én nagyon jól érzem magam itt, szakmailag is jó a program, nagyon jó, hogy a vadászok Tolna megyébe havonta egyszer, vagy évente, bocsánat, egyszer összejönnek, és hát emlékezetes a tavalyi, amikor zsűritag voltam, a különböző vadételek között kellett választani, nagyon jók voltak. Önnek mit lehet mondani, mi a legnagyobb vadja, mi a legnagyobb trófea, ami a falon büszkélkedik? Hát sajnos nekem nem büszkékedik, én nagy vadra nem szoktam kimenni, nem is nagyon vadászom. Nekem egy ilyen nyúlfácán 25 kilométeres gyaloglással ez a legjobb, ami alkatilag jó, és ezt szeretem. Mondhatni tehát akkor, hogy önnek inkább a mindennapi gondok mellett a kikapcsolódást jelenti a vadászat? Elsősorban természetesen azt. Jövőre is eljön? Természetesen. A vadásznap mindenképpen egyik kuriózuma, érdekes színfoltja az a sátor, amely egy tárlatot, egy kiállítást rejt. Az ember belépve a képek, a tárgyak, a vadak láttán úgy érezheti, hogy Afrikába csöppent. Minek köszönhető ez a kiállítás, és hát kiknek az alkotásai idézőjelbe téve láthatók itt? Szeretük volna ezen vadásznapok keretein belül a teljesség igénye nélkül azoknak a Tolna megyei vadászoknak a trófeáit kihozni erre a kiállításra, akik rajtunk keresztül, irodánkon keresztül vettek részt namibiai vadászatokon. Azért szerettük volna ezt így, hogy kicsit a nézők részére is be tudjuk mutatni azokat a trófeákat, egy-két fotóval illusztrálva, amiket a szervezésünkben kint járt Namíbiában Tolna megyei vadászok ejtettek el. Tulajdonképpen ez volt az indítatása ennek a kiállításnak vadásznapokon keretein belül. Egy kicsit emelve a vadásznapok színvonalát is, színesebbé téve azt, és szerettünk volna bemutatni egy olyan kiállítást, ami biztos vagyok benne, hogy mindenkit érdekel. Mi itt a legnagyobb durranás? Talán a kiállítás legérdekesebb része, talán ami a legtöbb vendéget vonza, szerintem a kafferbivaj, ami egy érdekesség, a két elefánt agyar, illetve hát magában az egésznek a megjelenése és a hangulata, illetve amit a vitrínben megpróbáltunk egy-két dísztárgyat, emléktárgyat kiállítani,
vadászfegyverrel, ezek azok a dolgok, amik szerintem igazán vonzák a vendégeket, és az, hogy ez egy nem egy állandó mindennapos kiállítás, hanem ritkán tudunk ilyet rendezni, szervezni, és most volt lehetőségünk, hogy itt mai napon megszervezzük és berendezzük így ezt a kiállítást, ahogy sikerült. Sokan a vadászatot talán el sem tudják képzelni szűke pátriánkon kívül, pedig hát, ahogy ez a kiállítás mutatja, bizony ki lehet lépni az ország határain kívül, és azok a bizonyos álom vadak is elejthetők. Önnek milyen érdemei vannak, illetve miről tud beszámolni? Minden vadász az ifjúkori olvasmány élményei után vágyódik valahol a szíve csücskében Afrikába. Akinek van olyan szerencséje és a lehetőségei biztosítják ezt, az most már eljuthat. A Sató Vadászható Iroda pavilonjában nézünk most körül, afrikai trófeákat látunk itt. Végül is én két alkalommal voltam már Afrikában vadászni, antilopokat lőttem ott. Életem nagy vágya teljesült azzal, hogy eljuthattam. Mit jelenthet ez, egy hazai szarvas, egy hazai őz, vagy sorolhatnám még a vadakat, utána az afrikai terület egy teljesen más viszony, egy teljesen más kihívás. Mit ad ez a vadásznak? Szerintem a hazai vad, ami elérhető minden vadász számára, csodálatos élményeket ad, ez egy egészen más világ. Afrikát megismerni, ebben van valami ősi, valami atavisztikus, azt a klímát, azt a vadtömeget, azokat az embereket, akik ott élnek, legyen az bushman vagy a feketék, akinek módja van rá, menjen el és tapasztalja meg. Soha vissza nem térő lehetőség, illetőleg ha ezt nem használja ki az ember, akkor valahol egy kis hiány mindig marad a szívében. Vadászként mire a legbüszkébb? Talán arra, hogy az idén 30 éve lettem vadász, a Tolna megyei vadászkamara sportvadász alelnöke vagyok, a vadásztárságunknak a titkára, a Hőgyészi Vadásztárságnak a titkára vagyok már 22 éve. Én azt hiszem, arra vagyok a legbüszkébb, hogy vadász lehetek még most is. Az embernek összefut a szájában a nyál, itt nem lehet elmenni, úgyhogy ne álljunk meg egy pillanatra. Gyönyörű színek, gyönyörű illatok, mi készül? Babujás és szarvaspörkölt. Szarvaspörkölt az úgy rendben, de a babújást is szívesen fogyasztják a vadászok? Mert őzike van benne a bab mellett, azért igen. Mi a titka a vadételeknek? Az, hogy vadkaja. Meg kell főzni, hát semmi más. Egyszerűen meg kell főzni, mint ahogy mindenhol. Sokan nem mernek próbálkozni vele, mert azt mondják, hogy a vad valami különlegesség, egyéb extra tudás is kell hozzá. Így van ez? Szerintem nem. Szerintem több fűszert igényel és kész. Azt hiszem, hogy a megyei vadásznapról a jó vadétel az nem hiányozhat semmiképpen. Ön mit készít? Szarvasburi pörköltet készítek, és remélem, hogy nagyon finom lesz. Az ön kedvence? Igen. Mi a titka, milyen kis kuriózuma van ennek az ételnek? Fűszer kell hozzá, illetve jó alapanyag, jó fűszerek, szájíz, jó kis bor, meg... Az különösen jól esik, hogyha a vadász abból főz, amit maga ejtett? Igen, az természetes, az mindig jobb. Mint hogyha úgy kérek egy kis húst kölcsön, vagy mit tudom én. Nagyon-nagyon-nagyon nagy adag készül itt. Mi pontosan? Vaddisznópörkölt gombával. Ez valami különlegesség vadászberkeken belül? Jó szokás, csak nem mer nyilatkozni. Tehát nem, sima vaddisznópörkölt. Annyi, hogy kis gombával meg ízesítjük. Tehát nincs egy különösség is. Ugyanúgy készül, mint a másik sima pörkölt. Az... A vaddisznónak jobb íze van, mint a másik húsnak. Az ilyen vadász főzéseknek a vad feldolgozásának különleges hangulata van? Hát így van, mert tehát ez épp olyan, mint amikor a juhászok egy virgapörköltet főznek, mi vadászok főzünk egy vadiszapörköltet, egy szarvasbörköltet. Tehát ez így működik. Nem tudom, hogy melyik az izgalmasabb, amikor az ember egy vadra lő, vagy amikor a korongot kell eltalálni? Hát mind a kettő elég izgalmas, mindegyiknek megvan a maga fortéja. A vadra élvezetesebb, mert azért az csak egy vadásztrófe, amikor az ember akármilyen vadat meglő. Mióta gyakorolja ezt a koronglövészetet? Hát olyan 4-5 éve. A vadászattal együtt kezdte, vagy már a vadászathoz jött? Vadászat után, a vadászatot előbb, és akkor utána rá 1-2 évre. Miért? Hát talán elég
elég kevés az apróvadra történő lehetőség vadászni, és ez egy szórakozás, egy kikapcsolódás, egy kihívás. Idősebbek, fiatalabbak, te a fiatalabb korosztályhoz tartozol. Mióta van a kezedben puska? Mikor vettél kezedbe először fegyvert? Mikor? Hát 2 évvel ezelőtt, még Mözsi lövészeten, ott lőttem először így korongra. Előttem egy lövöldözgettem hébe-hóba néha erre-arra, de nem igazán komolyabban. Mit jelent neked ez a sport? Ez a sport, ez egy nagy élmény nekem, mert évente 3-szor lehet ide eljönni. Van a Nyuszi kupa, a Stefán kupa és a megyei vadásznap, az a mostani. Nagyon szeretek ide jönni, mert itt legalább lehet gyakorolnom. Idén most fogok én is 4-szerre puskát a kezembe, úgyhogy nagyon nem vagyok benne ebbe. Meglátjuk, mi lesz. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy te nem vadászol, csak ezt a sportot kedveled. Igen. Jelen esetben elmondhatjuk, hogy a vadásznapon nagyon sok hölgy látogató van. Azt azonban nem mondanám, hogy sok hölgy kezében láttam puskát, a te esetedben azonban még különlegesebb a dolog, hiszen már mondhatni országos megmérettetésben is igazolt, hogy bizony joggal van a kezedben ez a fegyver. Milyen eredményeid vannak, Évi? Hát az idén 2 nagyobb versenyen voltam, még az idén elején volt a vadászkit országos bajnokság, azt sikerült megnyerni, tehát ott első lettem, aztán most múlt hétvégén volt az olimpiai szkit országos bajnokság, ott pedig 2. lettem, az Igalidia végzett előttem. Mikor kezdted el ezt a sportot, mikor fogtál mondjuk először fegyvert a kezedbe? Hát körülbelül 7 éve lövök sportszerűen, tehát akkortól vagyok igazolt versenyző, azért előtte is forgattuk mi már a puskát, de akkortól mondható. Mit szóltak, amikor lány létedbe a puskával kezdtél el kacérkodni? Hát az ismerősöknek azért ez természetes volt, mert ők nyilván mellettünk voltak, tehát látták azt, hogy hogyan működik ez nálunk. Aztán azóta, akik jöttek mellém emberek, ők... Hát furcsa volt nekik először, de aztán hamar megszokják, nem jelent problémát. Jelen esetben elmondhatjuk, hogy a sport szeretet az egész családot megfertőzte, idézőjelbe téve persze. Nővéred elmondta, hogy bár eleinte az ismerősök meglepve fogadták, de most már mindenki megszokta azt, hogy ő puskát fogott a kezébe. Gondolom egy fiú esetében senkit nem lepett meg a dolog. Nagyon-nagyon sok versenyen vagy már túl sok eredményre vagy büszke, de mire a leginkább? Hát leginkább igazából az országos bajnoki címeimre, abból hála Istennek most már 9 sorakozik a szekrényen. Aztán az idén 4. alkalommal volt szerencsém részt venni egy Európa-bajnokságon, ahol csapatban 4. lettünk, egyéniben pedig a 13. helyen végeztem. Mikor jött a sport szeretet? Nagyon korán, amikor puskát tudtam fogni a kezembe, abban a pillanatban már ugye szüleim megtehették, hála Istennek, hogy segítettek, és innentől kezdve pedig nem volt megállás. Sokan talán féltik a fegyverektől a kicsiket, a gyerekeket. Vannak szülők, akik talán azért tartják távol a sporttól a gyermekeiket, mert hát egy kicsit úgymond veszélyes, így a laikus számára kívülről nézve. Mit mondanál nekik? Hogy mondjam, hogyha az ember kordába tartja és betartja azokat a játékszabályokat, amiket kötelező egy lőtéren betartani, akkor abszolút veszélye nincsen a dolognak. Az ilyen jellegű napokról mi a véleményed, amikor jönnek, sokan néznek, sokszor csodálkozva kérdeznek, mit adhat egy ilyen nap? Már nekem vagy a nézőknek? Akár neked is, akár a nézőknek is. Hát a nézőknek sok esetben látva, sok esetben, például a mai nap egy olyan nap sajnos az életemben, amikor nem igen megy a dolog, de van ilyen is, hát mit adhat mindenféleképpen egy laikus számára élmény a dolog és látvány. Akik meg jönnek szórakozni, nekünk meg szórakozási lehetőség, akik évente 1-2-3 alkalommal eljönnek, ők eljönnek, jól érzik magukat, és utána hazamennek pihenni egyet. Milyennek a szépsége? Ezt aki nem csinálja, azt nem tudja. Mondják, hogy a kutya az ember hűtársa. A vadászatban azt hiszem, hogy ez kifejezetten így van. Igen, így van. Ez így igaz. Egy vadász kutya nélkül én úgy érzem, olyan, mintha majdnem puska nélkül menne el vadászni. Kutya nélkül nem lehet igazából vadászni. Olyan értelemben, hogy egymagában azt nem tudja egy vadász produkálni, amit kutyával tudna segítségtársal vadászni.
Mi a kutya szerepe a vadászatban? Nagyon sok szerepe van. Elsődlegesen ugye fajtától függően milyen vadászati formát akarunk vadászni, akár legyen ez apró vadászat a vizslánál, a fölkeltéssel, megtalálással vannak, a visszahozása, a vízből kihozása, de legyen ez nagy vadászatnál, a vaddisznónál, a megkeresése, a fölkeltése a vacokból, vagy akár éppenséggel a kopóknál, a vérebeknél, az utánkeresésnél, a megsebzett, elejtett, vagy elmenekült vadat megkeresni, hogy minél vadásziasabban tudjunk vadászni, a megsebzett vad ne kínlódjon sokáig, minél előbb terítékre kerüljön, és természetesen azzal, hogy egy kutyát használunk, a vadásznak a biztonságát is növeljük így. Milyen kutyával érkezett ma? Ő még nagyon fiatal. Per pillanat egy kopó jellegű kutya, egy bigli. 4 éves anyakutya, jelen pillanatban is vannak kölykei. Ugyanúgy alkalmas a hajtóvadászatra, a kopóvadászatra, egy társas kutya, egy falkakutya, ami azt jelenti, hogy nagyon békés természet, nem egy civakodós, verekedős típus, hogy össze lehet a többi kutyával engedni. Kitűnő vadászkutya. Jelen esetben azt mondhatnám, hogy bár laikus vagyok, nem egy jellemző vadászkutya fajtát látunk. Így van, hát ez Magyarországon, mint ahogy az Eppel János is elmondta, eléggé ritka fajta. Viszont itt is igaz az a mondás, amit az előbb mondtál, hogy ebb a vadász kutya nélkül. Tehát őrájuk igen nagy szükség van ott, hogyha sebzés van, nagy vadat, szarvast, vaddisznót sebzünk, akkor ezekkel a kutyákkal keressük meg. És így mi is biztonságban vagyunk jobban a nagyvad esetleges támadásától, meg hát a kutyával sokkal gyorsabb és biztonságosabb megkeresni a sebzett nagyvadat. Egy vadász egyszerre egyfajta kutyát tart, többfajta kutyát, maga neveli a kutyáját, kinevelteti, hogyan működik ez? Szerintem egy igazi vadász maga neveli a kutyáját, és ez területtől függ, hogyha apróvadas terület, ott ugye jellemző inkább a vizslákat tartják, ha vegyes vadas, tehát nagyvad is előfordul, akkor tartanak nagyvad után keresésére alkalmas kutyát, és apróvad vadászatára alkalmasat. De én azt mondom, hogy ez nem csak kutyatartás, ez egy bonyolult dolog, de ez szenvedélynek kell, hogy legyen az embernek, hogy ilyennel foglalkozzon. A kutya meghálálja a vele való törődést? Minden esetben meghálálja. Ő ugyanúgy, amikor mondjuk egy vaddisznó megtámadja, hogy ugyanúgy bajba van, mint hogyha mi. Tehát ha kutya nélkül lennénk, akkor mi is bajba lennénk, és mi segítünk egymáson. A kutya rajtunk, mi ő rajta.